Több mint 1100 orosz harcos vesztette életét az Ukrajna elleni háborúban csak az elmúlt egy hétben, mondta az ukrán elnök vasárnapi tévébeszédében. Volodymyr Zelenszkij 1500 orosz sebesültről is beszélt a halottakon túl. Az elnök a nemzetet biztató hangvételt használt, többször hangsúlyozta, hogy ha az ukrán emberek összetartanak, vigyázni tudnak egymásra és meg tudják védeni országukat. Oroszországot ismét terrorista hatalomnak nevezte Zelenszkij, a támadások elleni védekezést pedig egész Európa védelmében teszi Ukrajna, hangsúlyozta. Volodymyr Zelenszkij közvetlenül az esti tévébeszéd előtt egyeztetett Csehország új köztársasági elnökével, Petro Pavellel. Megköszönte neki a Csehországtól kapott támogatást, és hivatalos látogatásra hívta Kijevbe. Volodymyr Zelenszkij arról is beszélt, hogy széleskörű nemzetközi támogatást érez. Egyeztetett a héten a finn miniszterelnökkel, a norvég védelmi miniszterrel, Guterres ENSZ főtitkárral, a kormányzó német szociáldemokrata párt vezetőivel, és megbeszélést folytatott Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével. Mindezek eredményre vezetnek, hangsúlyozta az ukrán elnök. Fontos fejlemény a légvédelem megerősítése, amiért az ukrán elnök külön köszönetet mondott Norvégiának. Beszédét az elesett ukrán hősök előtti tisztelgéssel zárta. Slava.